Bass. Idén az év elején volt egy fantasztikus rendezvény, Daráló Hip Hop Talk Show névvel láttuk el ezt a kis eseményt. Az első ilyen kísérleti adásnál, vagy hát ilyen kísérleti rendezvénynél olyan emberekre támaszkodtunk, főleg akiket ismerünk, akikkel tudunk beszélgetni, és tudunk érdekeseket kérdezni tőlük, pontosan azért, mert ismerjük a munkásságukat is. Itt volt Subbass Monster, itt volt a Hősök, és itt volt Fluor Tomi is. A színpadon volt még lehetőségünk vetítésre is, úgyhogy mindenkinek előkotortuk a régi, szép arcát, amikor még a siker kapujába megérkezett, vagy legalábbis a hip-hop szcéna honnan ismerheti őket. Talán úgy 14 lettem, és a tojás éj a seggen, rég nem zavart engem, mert penge volt a szlengem, és a... Kezdjük úgy, mikor jön az új lemez? Március. Melyik év? 2013. Egy dal megírásához tényleg mondjuk 6 hónap kell, és akkor úgy össze a 20 dal, hogy 6 évre jön ki. Vagy 10 perc alatt megírod, csak nem mutatod meg senkinek. Nem, most már nem volt pofám tovább húzni a lemezt, mert már annyi dal készült azóta, hogy ezeket most már ki kellett adnom. Hát ezek a dalok, most 14 dal lesz a lemezen, ezek között van olyan, amit nem hallottatok, és már az előző lemez előtt, már hogy a 2006-os lemeznél is megvolt nagyjából. A legfontosabb kérdéssel kezdeném, az a horgász mellé, 96-ból. Megvan még? Nincs, de a Chicago Bulls 23-as mezt is úgy kaptam kölcsön, elég csóró voltam. Tehát mindenkitől, amit így körbenéztem, mi nézhet ki jól a horgász mellé. Konkrétan úgy találkoztunk, hogy... Hát a Menta volt nagydeszkás, én csak próbáltam nagydeszkássá válni, csak nekem a lábaim sajnos nem bírták, erre fogom mindig. Igazából oda mentem a busz megállóba, a Sanyi hozott a haszkovón, pedig ő csolnok is volt, én meg haszkovós. Szevasz, te vagy a Brass, a Sanyi, tudod, aki zenéket írt. Te meg vagy az Osi, aki meg másik csapatban van. Ja, te adjál már pár hangot az izéhoz, az Impulse Trackerhez. Adnál? Persze, adnék. Ment a ilyen őzike lábú voltál régen is, nem? Igen. Minusz 20 kiló mindenkinek. De be is könnyeztem egy kicsit, nem tudom, látszik-e. Leseke szólít egyébként ezzel kapcsolatban, a Brass éppen húgyozott, amikor kiirdették a... Meg a Menta. Én is együtt húgyoztunk. Kicsi lány, oh, szia, hello, álljuk össze, mint két kicsi legó. Volt, hogy amikor elkezdtem Fluorid néven nyomni ezt a dallamosabb rappet, akkor mindenki cseszegetett, hogy jaj, most ez milyen pop rap már, fúj, már akkor, már 2004-ben. Aztán elhatároztam, hogy na most akkor csinálok valami olyat, ami egyáltalán nem dallamos, és megmutatom, hogy én nem vagyok ilyen pop csávó. És akkor 2006-ban lett ez a Fluor Filigrán. Tavasszal jön az új lemezem, és az nektek is neked volt is ilyen. Neked is tavasszal jön. Látod, mi nekek tavasszal jön? De nekem úgy lesz, hogy az első része csak az F. Mert lesz egy F, L és egy U. Az F lesz az elektro, az L a hip-hop, és az U lesz az élőzenés. Legjobban egyébként Fluor Tomi lepődött meg saját magán. Hát meg a legjobban szerintem ő nézett a legcikibben ki. Videoklipet forgatok! Én annyira nem számítottam erre, hogy ott már leghátul álltam, úgyse én, és bemondták az első, hogy úristen, azt a videoklip. Tényleg ő volt.